A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum tanulói és pedagógusai június 3-án reggel az iskola hátsó udvarán gyűltek össze, ahol 1920. június 4-i trianoni békeszerződés aláírásáról emlékeztek meg. Reményi Szabolcs igazgató helyettes beszédet mondott a békeszerződésről, és hogy miért fontos erről megemlékeznünk. Elhangzott az, hogy azért emlékezünk meg minden évben erről a gyászos napról, mert a jelenünk a múltban gyökerezik, és a jelenre épül a jövőnk, mert a felejtés magában hordozza a történelem ismétlődésének lehetőségét. Másrészt Trianon ugyanolyan nemzeti katasztrófánk, mint a Muhi pusztán, vagy a mohácsi síkon elszenvedett vereség, hiszen a következményei máig érződnek. Az igazgató helyettes kiemelte azt, hogy a trianoni békediktátum tartalma rettenetes volt, hiszen az ország elvesztette korábbi területének 2/3, közel 3,5 millió honfitársunk idegen államok fennhatósága alá került. Reményi Szabolcs szólt arról, hogy a béke igazságtalanságával minden magyar politikai erő egyetértett, és az első világháborút követő évek legfőbb politikai céljává a béke felülvizsgálata vált. A megemlékező beszéd után a diákok verseket szavaltak, és az alkalomhoz illő dalokat énekeltek. Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld, szívedben megmaradsz, piros-fehér zöld. Majd az oktatási intézmény igazgató helyettese elhelyezte az obeliszk előtt a koszorút.